Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 23-án portál nap van. Az azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Van egy kapcsolat, ami földünk és a plejádok között. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, arról beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a 7. A 13-as szám a majáknál egy különleges szám volt, mert ők úgy gondolták, hogy ez egy misztikus szám, és szerencsét is hoz. Ez a portál nap október 23-án az 5. hullámban van, mégpedig a 12. nap ebben az 5. hullámban. Hogy miről van szó ennél a szertartásnál, itt nem csak erről a hullámról, vagy a 12. napról van szó, hanem itt vannak bizonyos szimbólumok is. Ezen a napon, október 23-án Kán uralkodik. Kán a szimbólum. És Kán lefordítva magvakat vagy hálózatot jelent. Ami arra utal, hogy most elültethetünk valamit. Ez lehet tényleg egy növény is, de lehet egy új kezdet. És a hálózat az jelenti a kapcsolatokat. Sőt, én azt is mondanám, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. De kell egy kicsit a türelem, hiszen ha elültetünk egy magvat, és tudjuk azt, hogy itt növekszik valami, egy növény, azt is tudjuk, hogy az nem egyik napról a másikra van így, hanem megvan a bizalom, megvan ez a hit, ez a növény majd kibújik, majd virágozni fog, vagy termést hoz. És pontosan így van most egy új kezdetnél, hogy szimbolikusan elültetünk valamit, indítunk valamit, de tudnunk kell azt, hogy ez nem egyik napról a másikra hozza a termést, hanem időre van szükségünk. Tehát kell a türelem. Ami segít, az a hálózat, a kapcsolatok, az internet kapcsolatok is. Ez a portál nap október 23-án a 12. nap az 5. hullámban, és az azt jelenti, hogy befejezünk valamit, lezárunk valamit, itt is van a hálózat, a kapcsolatok, külső befolyások, de azért az is fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mi mit hogyan képzelünk el, és odafigyeljünk arra is, hogy milyen befolyások vannak. Segít ez, vagy hátráltat bennünket? Itt azért döntésekről van szó. Összefoglalnám, hogy mit jelent ez a portálnap,
vagy ez a szertartás. Ennek van gyógyító ereje. Azon kívül áttehetjük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Vannak kapcsolatok, de el kell gondolkozni azon, hogy milyen kapcsolatok vannak. Előnyös vagy hátrányos, és mi hozunk döntéseket. Ez a portálnap, ez jó arra, ha van egy új kezdet, de kell a türelem, amíg ez termést hoz, amíg itt kivirágzik valami. Ez lehet egy munkahelyi új kezdet, a munkahelyen egy új kezdet, az is lehet, hogy megvalósítjuk az ötleteinket, lehet egy új párkapcsolat vagy barátság, változások az otthonunkban, vagy költözködés, tehát lesz egy új irány, lesznek fontos döntések, van egy új kezdet, amit most indíthatunk, kell a hit, a bizalom, hogy ez gyümölcsözni fog. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.